Kanász János vagyok, Súd polgármestere, itt vagyunk az Icsi Parkban, a falunapon. Kik lesznek ma a fellépők? Fellépők, négy föllépő lesz, az Irigy Hónajmirigy, Kassa Tibi, Dankó Szilvi és a Dávid, és utána lesz fél órás tűzijáték, majd este persze, és azt követően reggelig bál. Így van, ez egy elég nagyszabású falunap, viszont tavaly nem volt falunap, idén annál nagyobb van, mi ennek az oka? Hát az az oka, hogy tavaly beruházásokra koncentráltunk, megcsináltuk az önkormányzatot, átalakítottuk az önkormányzatot, és egy új rovatolót csináltunk, ami közel 20 millió forintba került, és úgy gondoltuk, inkább többet ér az a beruházás, mint a falunap. Most egy konzorokból összetettük azt a pénzt, ami kellett, szárvándégekre, magyarul az önkormányzatnak egy forintjába sem került, és akkor tartottunk egy igazi nagy falunapot, olyan 1500 ember várunk körülbelül. Milyen beruházások valósultak meg még idén a településen? Hát idén a településen ugye még átadtuk tulajdonképpen egy polgárőrautót 6,5 millió forintért, és egy színpadot közel 5 millió forintért, és folyamatban van, amit megnyertünk, kiváltjuk a villamosságot a művelődési házból, magyarul napkorrektorokkal.